Intro. Bevezetés a könyvzenére. Köszöntöm a nézőket, köszöntöm az intro barátokat. Dombóvári Gábor vagyok. A Cseh Tamás program jó voltából ismét itt vagyunk, hogy újabb utat mutassunk a könnyűzene felé. Kisvártatva itt lesz a stúdióban az a sokoldalú művész fiatalember, aki a Fresh Fabric zenekar oszlopos tagja. Úgy hívják, hogy Szabó András Bálint. Aztán egy ugyancsak sokoldalú művész fiatalember, aki egyébként színész, zenész, modell és a szaxofon szerelmese, és már Franciaországban is megcsillogtatta tudását. Ő Müller Attila. És az intro végén az elmaradhatatlan klip, ezúttal a Mongoose and the Magnet fergeteljes dala. Kezdünk! A te zenei karriered, a zenei pályád elég régre visszanyúlik, Fresh Fabric. Én szerintem abban az időben is, amikor ti ezt megalakítottátok, ugye underground zenekar voltatok, de akkor is egy ilyen elég új újdonság lehetett. Milyen érzés volt a 90-es években egy zenekart alapítani, vagy 8, mikor alakult? 91. Most 25 éve is lesz pont. Milyen érzés? Hát szerintem nagyjából az ilyen 19 évesek voltunk, egy ilyen öntudatlan gyermekded állapotban leleztünk, mint hogy ma is, csak ma már azt hiszik, hogy nem vagyunk öntudatlan gyermekded állapotban, ezért minden felhőtlennek és a lehetőségek tárháza teljes, a végtelenben nyílt, tehát gyakorlatilag mi akkor úgy képzeltük el, hogy tényleg úgy alakult, hogy voltunk hárman gimnáziumban osztálytársak, a Józsefzala gimnáziumban jártunk, Kovács Leventét megemlítem, basszusgitárost, mai napig is stabil tagja a zenekarnak, és Vörös Andrást is megemlítem, és együtt jártunk ugye az osztályba, és végül is kitaláltuk, hogy legyen egy zenekarunk, egyikünk sem játszott nagyon hangszereken, én talán zongoráztam valamennyire, betettünk hangszereket egy kalapba, papíron kihúztuk, én a dobot húztam, dobos lettem, tehát itt körülbelül ennyire felhőtlenül indult a történet, kalapból kiúzott, aztán persze jártam dobórákra, Nestor Iván volt a tanárom, nagyon szeretem mai napig is. Miért van ugye a ti videoklipjeiteket nézve, ezt egyébként olvastam is, de azért lepett meg, mert ugyanezt gondoltam, igen. Hogy amikor így megnéztem, mint hogy egy külföldi zenekar lenne. Ennek két oka van. Az egyik, hogy volt egy óriási szerencsénk, hogy a Kovács Péter, aki a Fekete Doboznak és Berlini Filmakadémián végzett, tehát a bátyja volt a Kovács Leventének, aki az alapítója, és ugye mai napig is a két alap ember, úgymond, hogyha magamat is belevehetem, mint nagyon jó barátunk, és ugye elkezdett nekünk segíteni, és olyan klippeket csinált, szuper 16-os filmre, szuper 8-asra, csak filmre forgattunk, 35-ös mozifilmre, tehát mi nem tudtuk, hogy mi az, hogy mozifilm vagy videó, de mi elő csak erre forgatott, ezzel kezdtünk el. Utána erre szocializálódva mi már, amikor lehetett, és tudtunk rá pénzt szerezni, vagy kölcsönt felvenni, ez sajnos, ez is előfordult, akkor is már csak 35-ös filmre forgattunk, tehát filmre forgattunk, amit elő kell hívni, sokkal drágább minden, el is úsztunk mindig, de valahogy ez megmaradt koncepciónak, és amikor bejött ez a hiper-szuper digitális videóvilág, addigra a két fő vezéregyénisége, hogy a zenekarnak a most már utóbbi 10 évben az énekese, és ezért bátran mondom, hogy a zenekar énekese, hogy Olá Szabolcs, ő grafikus, Levente, Kovács Levente 3D dimenziókban dolgozik, vagy 3D és ilyen grafikákkal, és az utolsó 5 klipjüket, mert már teljesen csak magunk forgatjuk, tehát saját anyaggal, saját vágás, saját mindent magunk csinálunk. Ott meg már ez jött ki, hogy igazából erre figyeltünk. És
sajnos, amikor pont nagyon futott a szekér, úgymond az 2001-2000-es években, ugye AC/DC, Aranyzsiráf vagy Fonogram díj a Drive My Hand albummal, aminek egyébként most lesz december 1-én egy ilyen, ilyen emlék koncertje, felidézzük a 15 évvel ezelőtti Drive My Hand albumot, ami éppen nagyon sikeres most is, meg akkor is az volt, sőt, szeretnénk újra meg is jelentetni. Lesznek új dalok, erről a lemezről, meg másról, ezt tervezzük most, tehát azért remélem, hogy Isten is úgy végez, ahogy mi tervezünk. És december 1-je a Deák téren az, ami nem van ott a Gödörben nevű klub. Nem tudom, hogy mit lehet kimondani és miért nem, most már más a neve, mint annó, ami Gödör volt. Zenes évek után meg egyáltalán azt mondta, hogy az angol nyelv is talán egy picit hátravetette azt a fajta karriert, amit esetleg befuthatatok volna. De mit szólsz ahhoz, hogy most, akikkel én találkozom most fiatal zenészekkel, az nagy része csak angolul írja a szöveget? Hát hajrá, én ugye azért egy nagy különbség van azért a mi generációnk és az ő generáció között. Az én generációm, amikor mi 18-20, amikor érettségiztünk 90-ben, azelőtt itt angol nyelven zenél, meg zenélés, stb. Ugye alig volt lehetőség arra, hogy egyáltalán zenéhez jusson az ember. Most ez nagyon fura, de azért, ha én egy lemezt akartam beszerezni, az egy bakelit lemez volt abban az időben, még csak nem is CD, nincs internet, nincs YouTube, nem tudom leszedni, nem tudom semmi, vagy megtalálom itt a magyar kommunista boltban, most hülyén fogalmazok, a 80-as években, azért ez ritkább volt, vagy valakinek sikerül külföldre behozni. Na most ez már egy olyan attrakció, hogy ezek az angol nyelvű történetek. Ma a gyerekeknek az angol nyelvhez való viszony az teljesen más egyébként, mint a mi időszakunkban. Hozzáteszem, én sem vagyok igazán jó angolos, én inkább ilyen latinos vagyok, olasz, spanyol, meg hasonlók, de ez más kérdés. A lényeg az, hogy ma sokkal természetesebb azért az angol nyelvben való beszélés, hogy most lenne egy valamilyen kutatás, és megnéznénk, hogy 88-ban, 90, 91-ben mennyien beszéltek angolul mondjuk egy 20 vagy 30 év alatti generációban, és milyen szinten, és ma hogy beszélnek, és milyen szinten, hát azt hiszem, hogy markáns különbség lenne a kettő között. Ha megnézzük, hogy ki ma azok a menő zenekarok, tehát bármelyikről beszélek, bármelyik műfajban, legyen az a alternatív rock, a metal vagy a pop, azok mind magyar nyelven énekelnek. Még véletlenül sem, tehát most ha Queen Bee, ha Tankcsapda, ha Hooligans, ha Well Hello, ha most mondhatom még a neveket, ott te olyan zenekart, aki angol énekel, aki komoly közönség előtt játszik, és komoly mennyiségű CD-t ad el, vagy ez akármi. A csatornásprogram mostani győztesei, akikről én beszélek, az meg még ezeknél is egy generációval vagy kettővel fiatalabbak. Ők angol nyelven énekelnek, az lehet, majd kérdés, hogy mire jutnak vele, és mikor váltanak át magyarra, mint a Heaven Street 7, a Queen Bee, akik mind angolul kezdtek velünk együtt, korosztályos zenekarok voltak, ugye? Ők mind angol lemezeket jelentettek meg, az első lemezek angolul voltak, ugyanúgy mi nekünk. És ő nekik valószínűleg volt olyan egyébként szövegírói vénájuk a zenekaron belül, aki ezt például, hát ugye a kis Tibi ez nagyon ügyesen át tudta ezt menteni, és sokkal, és legalább olyan, sőt nem tudom, hogy összehasonlítani, de egy nagyon igényes szövegeket ír hozzá, tehát azért az is kell hozzá. De még egyszer hangsúlyozom, hogy akik igazán befutnak, azok magyar nyelven futnak. Te tapasztalatod, mint zenész, gondolom, az vitt arra téged, hogy egy kicsit a háttérben is elkezdtél dolgozni, mert azért te mentor is voltál a Csatamás programban, és most a dalok.hu internetes, ez rádió is? Nem, vagy, nem. Azt el is mondom, a dalok.hu, ugye az 12 éve létezik a dalok.hu, én azóta szerkesztem Bill Jarski Emil kollégámmal, ez egy online zenáruház, ként indult,
sokáig csak online zeneáruház volt, tehát ugye a Hungarian iTunes, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát egy legális zenelőtöltési oldal, amit a Magyar Zenész Szakszervezet hozott létre 2005-ben azért, hogy megpróbálja ellensúlyozni az összes ilyen torrent, meg ilyen olyan oldalakat, ahonnan ugye se előadói jogdíj, se szerzői jogdíj, se kiadói jogdíj nem termelődik. A Zenész Szakszervezetnek kutya kötelesség az előadókat ugye ezáltal támogatni, és ezzel ezt elindítva ezt teszi meg. Gyakorlatilag mondhatom, hogy 40 ezer évi dalt adunk el, csak magyar dalt, mert csak magyar van rajta, ugye. Tehát, hogy azért, és itt szerzői jogdíj, adói jogdíj, stb. Képződik. Ez egy online zenáruház, és az elmúlt 2 évben lettünk zenei újság is, tehát itt vannak újságcikkek is szerkesztődnek, és gyakorlatilag rádióműsorunk pedig ugye a Daloggalop az, ami 7 éve megy a CV rádióban, ugyancsak Csetamás programos programként mi is hívjuk meg a zenekarokat a Csetamás programból. És már sokan használják az online zenevásárlást? Azért próbáltam érzéketetni, hogy az elmúlt 10 évben, minden évben 40 ezer magyar dalt adunk el az oldalról. 100 forint per dal. Most nagyságrendileg mondtam, lehet, hogy már vannak már nagyobb drágább kategóriák is, de a lényeg az, hogy csak magyar dalból legálisan vesznek ennyire, vásárolnak az emberek a Magyarországon. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Wroblewski urat. Majdnem. Habár de. Habár de. Igen, igen. Igen, hát kicsit rendhagyó módon kezdjük ezt a dolgot, mert olyan multifunkcionális vagy fiatalkorod ellenére, hogy hirtelenében azt mondom, hogy a Karamazov testvérek, és abból előjön egy ilyen nagyszerű színész, akkor nem biztos, hogy rögtön mindenkinek eszébe jut az, hogy hát muzsikus is. Mikor volt ez? Egyrészt köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a nézőket. Ez egy ilyen hobbi jelleggel összerakott darab volt a Szkéne Színházban, most már ides tovább, azt hiszem 5 éve körülbelül. Tehát sajnos ez egy kicsit már a múltam, színpadra kevésbé van mostanában időm, azóta egyszer voltam még a Gödöllői Színházban, ott a Hungáriának a Védi Hungária darabot vittük úgy színpadra. Igen. Ott én voltam az egyik főszereplő, az ilyen énekes-zenés darab volt. Ez inkább drámai volt, amit említettél, persze, ugye a Karamazov testvérek. De ott is egy elég érdekes kis szösszenetet raktunk össze. Ennek egy külön története van még, ott egy ilyen késelős jelenet is van benne, hogy Wroblewski a legidősebb Karamazov testvérrel összeverekszik a nőn és a pénzen át, a szokásos kocsmai történet. És hát a sztori szerint ott ugye kés is előkerült, és mi is rendesen megcsináltunk egy késharcot. És utána a beugró srác, aki egyszer nem értem rá, helyettem megcsinált ezt a késharcot, azt megszúrta sajnos a Levente, Kárpáti Levente barátomat, úgyhogy a darabnak a felénél mentővel kellett így elvinni. Szegény. Na most, hogyha hirtelenjében beállítanának a pult mögé, és arra kérnének, hogy keverj egy Long Island Iced-t, vállalnád? Bármikor. Te kidaszállnál? Egyrészt már szeretem, az is még jöhet. Hát, tessék. Ez nem egy olyan műsor, ahol itt különféle szeszes italokat reklámozunk, csak oda szeretnék kilukadni, hogy az eredetileg most színművészt megnézzük a koktélbárban is, mint bartendert, és akkor egyből megvan a koktél, szereted is, hát akkor nagyszerű, és hogyha most a lányokat is belevesszük, akkor milyen koktélt kevernél a parton? Hát egy szexonabics az biztos, hogy az működni képes. Igen, ez nálam onnan eredezthethető talán, hogy mindig is szerettem a színészetnek azt a részét, hogy nem csak egy valamihez kell úgymond érteni, hanem kicsit ehhez, kicsit ahhoz, kicsit amahoz is, és ebben nem lettem profi, inkább azt mondanám, hogy mindehez úgy amennyire tetszik szinten úgy belenyúltam. Ez igaz a sportra is, igaz a zenére, igaz most akkor a színészkedésre, a műsorvezetésre, vagy éppen a bárpult mögötti bulira. Mindenek tetszik egy darabig, vagy valamilyen szintig, de aztán nem mélyültem el benne, hogy ez most jó vagy rossz. Utólag én nem tudom. Én időd azt mondom, van próbálkozni. Hogy... Bocs, ez már nem próbálkozás, szóval itt azért már ott vagy rendesen. Ha most egy városnevet mondok, hogy Milánó, akkor mi jut eszedbe? Hát akkor a modellkedés. Mert erről még ugye nem volt szó, ugye? Igen, a modellkedés. Sok egyéb között. Miket mutattál be?
Hát én ilyen kalandozós életmódom volt, én a testnevelés egyetemről jártam, és akkor ott lesérültem, és volt egy szabad évem. Hát mondom, mit csinálják ott, akkor kicsit jobb formában voltam, ugye a sport miatt aktívabban, és itthon is azért hobbi szinten úgy egy-egy bemutatót csináltunk, Nárai Tamáséknak, tehát itt azért az itthoni fővonalban úgy benne voltam, és mondták, hogy lenne lehetőség kimenni Milánóba pár hónapra, és divat bemutatózni, showroomozni, és a többi ilyen élőben, diszkokban is volt, hogy felléptünk úgymond ilyen kis divat bemutatókkal, és az egy jó pofa, egy 4 hónapot voltam kint ott összesen. Kérem szépen, ez egy zenei műsor, hogyha valakinek eddig ez nem tett volna föl. Úgyhogy akkor hát nyugodtan mondhatom, hogy kolléga úr, mert azt hiszem, hogy azért, mint műsorvezető is sokfelé előfordultál. Úgy emlékezetem szerint, hogy összekapcsoljuk a zenét és a televízió, a Vivánál ott elindultál, ott ugye kezdtem, a Viva TV-nél. Segédszerkesztést is csináltam, illetve egy-egy műsorban azért már ott próbálkoztam. Aztán itt a műsorvezetői vonal érdekesen jött, mert pont már fölvettek volna, azt mondták, hogy na, akkor ebben a következő szériában már én is ott leszek, mint műsorvezető. Viszont párhuzamosan castingoltam a Szeres Most szerepére. És ott volt, hogy addig majdnem semmi melóm nem volt, csak ilyen háttérmunkák, majd hirtelen 2 nagy itt az egyik kezem, másik kezembe, és így döntenem kellett, hogy most melyiket válasszam. És azért a sorozat, illetve a színészet nyert, az úgy régebbi álmom volt, a szívemhez ez közelebb állt, úgyhogy inkább azt választottam. Nem bántam meg, függetlenül attól, hogy az csak 1-2 évig tartott, holott mondjuk a Vivás műsorvezetés lehet, hogy hosszabb távú lett volna, de ez így alakult, az így döntöttem, és nem bántam, mert nagyon jó kis csapat volt. Na akkor most már zene, milyen hangszeren játszol? Hát milyen kell? Jó, kösz, meg megtanulok bármit, ezt tudom. Tudod, amikor a színész azt mondja, hogy kell, akkor egy darab kedvéért megtanultam már egy számot zongorán is, azt a mai napig el tudom játszani, többet nem. Tehát ez mindig egy kicsit a vetítés része. Amit igazán szeretek és mondjuk értek is hozzá, az a szaxofon. Ez az. Szaxofonista vagyok, B-tenoron játszom, de hát igazából bármilyen szaxofonon tudsz akkor majd, hogy nem játszani. Franciaországban? Nem, Franciaországban ott üstdobostként voltam kint. Kihúzzuk ám belőle mindegyiket. De igen. Az kicsit egy ilyen úgymond kamu volt, ismerősömék mondták, hogy hát mennek az idén Franciaországba, hát akkor ugye 98-ban. Na, ez tök jó, jövök én is. Jó, de hát ez egy klasszikus zenekar, abban nincs szaxofon. Klarinétom az nem volt, meg az egy picit azért más, azt nem tudtam volna úgy hirtelen megtanulni. Trombitások, minden más meg volt, amin úgy azért valamilyen szinten játszom, illetve az azért ezt profiban kell tudni. És mondom, mitek nincs? Azt mondja, hát most pont nincs üstdobosok. Tudok. Tehát hamarabb mondtam rá az igen, mint hogy ez, mondom, és az melyik az? Ja, mondtam, az a nagy dömbögő, és az jó lesz, nem olyan nehéz. Hát meg ott is van, mondom, szüneteket ki tudom számolni, nagy ördöngőség nincs a dologban, 2 héttel később már ott ültem a zenekari csapatban, és már a Brahms Magyar Táncoktól kezdve már mindent ütöttem. És kivittek, nagyon jó kis zenei fesztivál volt, ráadásul pont akkor nyerték meg a franciák a VB-t. A VB-t, igen. Óriási buli volt, tehát ha már ezért megértem volna. Aztán még 1-2 koncertet megért ez a dolog, de úgy elmaradtak ezek a komolyabb utak, amire számítottam, hogy még talán lesz, pont sajnos akkor a zenekar kicsit úgy felbomlott, és végül ez innen folytatódott a timpanis karrierem, úgymond. Na most én direkt nem kérdezem meg azt, hogy ebben a sok színűségben tényleg mi az, amit preferálsz, mit szeretsz jobban, mit nem, mert erre szokták azt mondani, hogy mindig éppen az aktuális, mindig az a feladat, ami van. Igen, igen. De mondhatom nyugodtan saját korosztályodnak, hiszen eléggé fiatal vagy még, hogyha azt kérdezik tőled, hogy egy irányba elindulni és eljutni a legmagasabb szinten, a profi szinten, vagy pedig próbálkozni ennyi félét, de most olyannyira, hogy az üsdoba modellkedés és a koktélkevelés azért nem egészen egymás mellett van. Ipari alpinista is vagyok egyébként. Jó, hát azért tehát mondom, ezt tartogattam a végére. Igen. Szóval a mostaniaknak, mert azért megváltozott a világ, nem úgy van, mint 20-30 éve, és hogyha valaki, ahogy mondani szokták, nem áll több lábon, akkor talán kevesebb sansza van az életben. De nem mindig tudja eldönteni, mit akar. Te mindig el tudtad dönteni, vagy pedig ahogy az élet is sodort? Nem, és talán pont ezért van nálam ez az útkeresés, kicsit olyan folyamatosnak mondható útkeresés, mert úgy valamiért az élet sem azt hozta, hogy na akkor most egy fix dologból annyira beindul az élet, vagy annyira arra az irányba terelődik a sorsom, legyen az mondjuk egy zenekar, több zenekarral is próbálkoztam. Persze. És mindegy csak egy ilyen úgymond hobbi szintre jutott. Hogyha most ez valamelyik azt mondta volna, hogy a sors, hogy na ezzel a zenekarral külföld és befutsz, és tényleg megélsz belőle, és egy
életen keresztül lehet csinálni, akkor kvázi az összes többit szívesen azt mondom, igen, hogy jó, akkor azok most már nem, vagy csak nagyon hobbi szinten. De valahogy semmiben sem sikerült ezt így elérnem, hogy ez most csak rajtam múlott, én úgy érzem, hogy nem. Na de azért kérdezem, akkor nem vagy elkeseredve, mert egyszerre mindenben nem lehet az ember győztes, nem, és hogyha valaki a pályája elején van és kipróbál 3-4-5 dolgot, abból, ha az 5-ből 4 nem sikerül, attól még? Hát erre mondom azt, hogy amennyi mindenhez értesz, annyi ember vagy. Uh-huh. Ez ugyanaz, hogy ahány nyelvet beszél. Igen. Tehát nem baj az, hogyha többhez értesz. Lehet, hogy soha nem fogod használni. Teszem azt, nem fogok valószínűleg lakásfelújításokkal foglalkozni, pedig édesapám mellett elég sokat megtanultam betonozást, mindenfélét, ilyen kézügyesség szinten. De például a saját villanyszerelésemet, vagy a saját kis csapomat, azt én meg tudom magamnak szerelni. Ha más nem, ez például egy jó érzés, hogy na jó, van, azért nem vagyok elveszett ember. Én azt javaslom minden fiatal, de minden embernek ez nem volt kérdése, hogy értsen minél több dologhoz. Nem kell abba feltétlenül profinak lenni, de egy jó érzés, ha egy kicsit hozzá tudsz úgy konyítani a dolgokhoz. Ez az amerikai jellegű dolog, hogy mindenre specializálódni kell, és akkor abból te legyél a legjobb és hű. Lehet, hogy az is jó, nem tudom. Én ahhoz nem érzek úgy affinitást. Nekem ez a többféle dolog jobban tetszik. Do you speak English? I do actually a bit. Actually a bit. Jó. Hát akkor csak azt tudom mondani, hogy thank you very much indeed. Thank you. És akkor good luck. Többet nem mondok, úgyhogy... It was fun with you. Tényleg köszönöm szépen, és itt a nézők nevében is további sok sikert, és nagyon nem mondom köszönöm azt, hogy ezen a pályán vagy azon a pályán, hanem amelyik jól esik, és amelyikben éppen jól érzed magad. Legyen jó az élet, az a lényeg. Így van. Köszönöm nagyon szépen. Köszönöm. To live their lives, but it won't make you shine. If you waste your time, try to look like your neighbor. Fixations of society, try to make 5 million copies. But if you don't want to be just a fish in the sea, you'll be hated on by haters. Everyone the same, but if you just ain't lame, you should feel ashamed that you be treated like a patient. No, I don't wanna follow your rules. Stop trying to tell me what to do, cause it just ain't cool to wear the same shoes as the whole fucking nation. I don't wanna be like you. I don't wanna be like. Walk on the moon, kedves nézők, kedves intro barátok, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, figyelmeteket, és változatlanul ott vagyunk a YouTube-on, és megtalálnak bennünket, és megtaláltok bennünket a Facebookon is. A szokott időben egy hét múlva ismét intro, ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra, és lájkoljatok bennünket!
A műsor létrejöttét a Cseh Tamás program támogatta.